Jási, nagy szerencsém van, mert én ilyenkor nekem nem tisztem, hogy véleményt mondjak, de Sanyita, elég nagy bajba lehetsz, mert ez egy tipikusan olyan mérkőzés a kívülálló szemével, amikor bizony a játékvezető nagyon-nagyon belenyúlt. Megmondom őszintén, nagy bajban nem vagyok, több ok miatt. Egyrészt azt sajnálom, hogy a játékvezető én szerintem is komolyan befolyásolta a mérkőzés alakulását. Tehát ez van, hát a száraz tényeket mindig is azt vallottam, hogy el kell mondani. Ugye én szerintem a kiállítás is jogtalannak tartom, meg az egyik büntető biztos, hogy nem volt az. Meg hát volt egy meg nem adott büntető is a Kecskemét javára. Azért is érdemes lesz a kedves nézőknek a reklám után is itt maradni, mert ezeket még egyszer.